Teltházban a gyerekosztályokon rengeteg gyerek került kórházba az elmúlt napokban légúti fertőzés miatt. Van olyan iskola, ahol a diákok egyharmada beteg. Az orvosok szerint a teljes gyógyuláshoz legalább egy hétre van szükség. Egyre többen érkeznek az ország keleti részén is az orvosi rendelőkbe. A győrteleki házi orvos a szomszéd település Ökörító-Fülpös lakóival együtt 3600 ember ellátását végzi. Ő azt mondja, hogy most a betegek 40–50%-a légúti tünetekkel érkezik. Minden évben január másik fele, február első hét egy 3-4 hetes periódus az, amikor ez a járványos időszak van. Ez az enyhe idő kedvez a járvány terjedésének, a farsangok a gyermekközösségekben, zárt terekben való megjelenések mind-mind a vírus terjedésének ad táptalajt. Az ország délnyugati részén is sokan vannak, akik torokfájás, orrfolyás, láz és hasonló légúti fertőzésre utaló tünetekkel jelentkeznek. A pécsi gyerekklinikán is teltház van már a kórtermekben. Rengeteg betegünk van, jelenleg is az osztályunk tele van, minden kórteremben, minden ágyon fekszenek betegek. Igazából ebben az időszakban a vírusinfekciók száma nem csak az influenza, hanem az egyéb légúti vírusfertőzések száma is magasabb előfordulást mutat. A múlt heti adatok alapján már azt lehet tudni, hogy országszerte 47 000-en fordultak orvoshoz felső légúti tünetekkel. A felső légúti megbetegedések regisztrált száma az egész ország területen 270 000 fő volt. Kimondható az is, hogy valamennyi megyében a megbetegedések incidenciája, tehát itt a 100 000 főre számított, illetve arányosított újonnan felfedezett esetek száma az nőtt az egész ország területén. A betegség sokak szerint elkerülhető, de a tüneteket is enyhítik a megelőző oltások. Vettem a védőoltást. És miért vette föl? Hát minden évben fél szoktuk venni. És ez védelmet jelent? Igen, legalábbis nekem védelmet. Az orvosok szerint a betegek döntő többsége megúszza szövődmények nélkül a fertőzést, de az eddigi tapasztalatok alapján egy hét kell a teljes gyógyuláshoz.